2015-ben nyitott uszoda épült Csengerben, a városban 20 éve nem működött hasonló, így egy 25 méteres medencét alakítottak ki a lakosság számára. Emellett több jelentős beruházás is volt a településen. Városközpont rehabilitációt is hajtottunk végre, letérköveztük a városközpontot, olyan épületeket újítottunk fel, amely Csenger városának a kiszolgáló épületei, ilyen egy közösségi ház, a régi családsegítő központnak a felújítása került még rá, valamint különböző vállalkozások is részt vettek ebben a programban, akik felújították épületeiket. Ennek a teljes bekerülési költsége 310 millió forint volt, és 100% visszanemtérítendő támogatást nyertünk rá Európai Uniós támogatásból. Úgyhogy idén nyáron már a gyerekek is és az itt lévő felnőttek is természetesen tudtak úszni, a mindennapjaikat eltölteni. Olyan jól működött a nyitott uszodánk, hogy sokszor teltház volt, tehát ki kellett tenni a telttáblát, és ezért úgy gondoltuk, hogy bepályázunk az NSK-hoz egy új fedett uszoda építésére, hiszen Csengerben 650 gyerek van, 400 gimnazista van, és közel 300 óvodás van, és meg kell őket tanítani úszni, tehát a téli sport, úszásoktatás is nagyon fontos, és megkaptuk a Nemzeti Sportközponttól, a kormányunktól azt az uszodát, amely remélhetőleg tavasszal elkezd épülni. Az elmúlt években épült a járóbeteg szakellátó központ, amit nappali kórházzá szeretnének minősíteni. A város megnyerte a büntetés végrehajtási intézet építésének engedélyét, így ezen a 16 hektáros területen alakítják ki az új börtönt. Ez az intézet 250 munkahelyet teremt majd a településen, emellett a rendészeti képzést is szeretnék megerősíteni. Középoktatásban szeretnénk még fejleszteni a képzéseket, ami a rendészeti képzést alapozná meg. Már van egyrészt a helyi középiskolában is rendészeti képzés, de erre szeretnénk olyan szakokat beindítani, ami a fiatalokat itt érdekli. Emellett ez Bokolászló igazgatóról ezt már beszéltük is, hogy olyan szakirányba indulnánk el, ami tényleg versenyképessé tenni az itteni oktatást, úgyhogy ebbe igazgató úr is és a kollégái nagyon szakmailag tényleg ott vannak és szakmailag támogatnak ebben minket. És természetesen az a fejlesztés, amit elindít itt egy új munkahelyteremtő, tehát a börtön építésével, szeretnénk egy új lakóparkot építeni. Ebben a lakóparkban a itt dolgozó vagy dolgozni akaró emberek kapnának munkahelyet, vagy lakásokat, és az lenne, hogy gyakorlatilag az önkormányzattól bérelnék ki, a fiataloknak tudnánk családkezdésbe támogatást adni. Régi vágya a városnak az új buszpályaudvar létrehozása, ennek az épületnek a helyére szeretnének egy új fogadóállomást kialakítani.